A hosszúra nyúlt, közmeghallgatással tarkított közgyűlésen ismét fontos napirendeket tárgyaltak a képviselők. A Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője Kaposi László a Békéscsabai ügyeleti KFT-vel kapcsolatos témát emelte ki sajtótájékoztatóján. Véleménye szerint a KFT megvétele nem szükségszerű, és ami a Békéscsabai háziorvosi ügyelettel kapcsolatban történik a városban, az elfogadhatatlan. Kifejtette, hogy jelen pillanatban a csabai háziorvosok nagy része nem hajlandó ügyeletet vállalni, pedig szerződésük szerint ez kötelességük lenne. Csoportos ellenállásról van szó, ami azt jelenti, hogy egy szerződésbe foglalt tevékenységüket nem kívánják elvégezni, végrehajtani. Itt a 26 háziorvosból 4-5-6 olykor vállal ügyeletet. Ezt le is írta maga a KFT-nek ugye az ügyvezetője, és panaszkodott, hogy ő most már nem tud önkénteseket találni. Hát most nem értem az önkéntes szó használatát sem, hát itt egy komoly szerződésről van szó. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy először is meg kell vizsgálni, hogy hogy alakult ki ez a helyzet, mi okozta. Van némi rálátásom, ugye itt ezek az orvosok, akik ugye mondhatnám azt is régi szó, hogy példát kellett volna mutatniuk, ugye magának, a igazgatónak is, aki házi orvos, hogy azért néha egy-egy ügyeletet bevállhatott volna. A DK-s képviselő nehezményezte azt is, hogy dr. Ferenczi Attila tanácsnok, aki maga is házi orvos, nem vett részt a közgyűlésen. A Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselője Kociha Tünde az adórendelet módosításáról fejtette ki véleményét. A közgyűlés megszavazta azt, hogy a helyi adórendeletben a reklámhordozó építmény adójának mértékét a hatályos törvényben rögzített felső korláton, vagyis 12 ezer forint per négyzetméter per év összegben határozza meg. Kociha Tünde szerint ez a rendelet az ellenzéki pártok ellehetetlenítését célozza meg, és emellett a magánembereket is károsítja. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos óriás plakátért, egyetlen egy óriás plakátért 144 ezer forintot kell fizetni adóként a városnak. Persze nagyon jól jönnek az adóbevételek, de én azt gondolom, hogy inkább a helyi vállalkozások támogatásával kellene az adóbevételeket generálni, és nem asszisztálni a kormánynak ahhoz, hogy gyakorlatilag teljesen felszámolja az országban a demokráciát. És azt is elmondtam itt a sajtótájékoztatón, hogy ennek sajnos vannak olyan következményei is, hogy ugye békéscsabai polgároknak is hátrányos ez a döntés. Kifejtette, hogy sok lakóközösség, jellemzően idős emberek, a közös költség mértékét azzal csökkentették eddig, hogy az emeletes házak oldalán lévő plakáthelyeket árusították. Véleménye szerint a mostani rendelet ezt a lehetőségét elveszi ezektől a közösségektől. Az LMP képviselője Takács Péter sajtótájékoztatóján többek között a város 2017-2020-as gazdasági programjáról is kifejtette véleményét. Szerinte a gazdasági program jó, egyetlen gyenge pontja van, ami a város bérlakás programja. Szerintem ez egy jó program egyébként, mind a top, mind pedig a Modern Városa programja úgy gondolom komoly lehetőséget jelent Békéscsabának. Ugye valamennyi felelősség az, hogy ezt olyan programokra, beruházásokra költsük el, amelyek hosszabb távon fönntarthatóak. A közgyűlési vitában is megemlítettem, hogy van egy gyenge pontja a gazdasági program, ez pedig a önkormányzati bérlakások helyzete, amivel igazániból nem foglalkozik, annak ellenére, hogy a városban, a város lakosságához számához képest, meg a igénylők számához képest, tehát rendkívül korlátozott a bérlakásállomány. Békéscsabán is, mondjuk én, mint a lakásügyi bizottság tagjával, gyakorlatilag minden bizottságülésen szembesülök, éppen ezért javasoltam a polgármester úrnak, hogyha utólagosan is, de próbáljuk beemelni a Modern Városok programjába az önkormányzati bérlakások létesítését Békéscsabán. A költségvetés harmadik negyedéves áttekintéséről elmondta, hogy nagy problémát jelent a városnak az, hogy a kormány nem teljes egészében kompenzálta a béremelések miatti többletköltséget, illetve az is megnehezíti a város költségvetésének helyzetét, hogy a vagyoni bevételek nem úgy teljesültek, ahogy azt előzetesen várták.